Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés, egyelőre továbbra sincs költségvetése Szekszárdnak. Koronavírus, minden önkormányzati intézményben lesz kézfertőtlenítő Szekszárdon. M9-es autópálya, ha nem az eredeti nyomvonal épül, az visszavetheti a megyei fejlődést. Aláírás az európai őshonos nemzetek megsegítéséért. A Tolna megyei közgyűlés is segíti a petíciót. Egyelőre továbbra sincs Szekszárdnak költségvetése, csütörtöki rendes ülésükön ugyanis levették a napirendről a képviselők a polgármester által előterjesztett tervezetet, fejlesztésekről viszont döntöttek, egy képviselő pedig lemondott a mandátumáról. Kötelességem tájékoztatni a tisztelt közgyűlést egy képviselői tisztségről való lemondás ügyében. Lemondással kezdődött a szekszárdi rendes februári közgyűlés. Haag Éva, fideszes képviselő, a város korábbi alpolgármestere adta vissza listás mandátumát. Két napirendi pont levételére tennék javaslatot. Nem tárgyalták a képviselők az Ásserzső polgármester által benyújtott idei költségvetés tervezetet. Ezt az Éjjel Szekszárd frakció kezdeményezte. Korábban az általuk vezetett bizottságok elnökei azt mondták, szerintük nem kellőképpen részletezett a költségvetés tervezet, ezért egyelőre nem is javasolják majd a közgyűlésnek tárgyalni. Téma volt viszont a Babits Mihály általános iskolába tervezett 3 mini kosárlabda pálya, amiket a KSC TAO támogatások segítségével építetett, így az önkormányzatnak nem kerül pénzébe. A városba tervezett jégcsarnokról is tárgyaltak a képviselők. A tervek szerint a létesítmény építése márciusban indulhat, és még idén használatba vehetik a helyiek. A legnagyobb vitát a Barátság utcába tervezett Generációk parkja és a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelő generálta. Az ott élők petíciót küldtek a képviselőtestületnek. Szerintük a terület nem alkalmas építkezésre, mert pincék lehetnek a földfelszín alatt, és nagyon lejt a talaj. Nehezményezik, hogy nem vagyunk környezettudatosak az épület kivitelezése, megtervezése kapcsán. Javaslatuk is van, az alkotmányút, dobóút, honvédút által határolt területeket javasolják, vagy a Béli Balog Ádám út keleti részét kialakításra, orvosi rendelő céljára. Ács Rezső, a város polgármestere viszont azt mondta, korábban egyeztettek a lakókkal, és a projekt átalakítása akár a szükséges uniós pénz elvesztését is maga után vonhatja. Körülbelül 3 éve zajlik a projekt előkészítés, több fordulóban is találkoztuk a lakossággal is, és tulajdonképpen most már a munkaterület átadása is megtörtént. Azt gondolom, olyan stádiumban van a projekt, amelynek a visszafordítása az tulajdonképpen a források elvesztését jelenteni. Az Éjjel Szekszárd frakció tagjai szerint viszont szélesebb körben kellett volna tájékoztatni a környéken élőket. A Fidesz frakció vezetője pedig még azt is felkínálta, vigyék az ő körzetébe az építkezéseket. Azt szeretném javasolni a közgyűlésnek, hogyha itt a helyszínekkel ilyen probléma van, a 10-es választókerületben nagyon sok helyszín van, ahova lehetne bármit építeni, jelenleg semmi nincs. Tehát én úgy gondolom, egy közintézményünk nincs, az óvoda van ott bezárva. Tehát én felajánlom azt, hogy a 10-es választókerületbe találunk neki helyet, és vigyük oda ezeket az építéseket. A közgyűlés tagjai végül azt szavazták meg, hogy felkérik a főépítészt, tárja fel, hogy a helyiek észrevételei jogosak-e az érintett területeken.
Ha március 15-ig nem készül el Szekszárd költségvetése, vissza kell fizetni a támogatások egy részét, leállhatnak a beruházások, jelentette ki Ács Rezső, Szekszárd fideszes polgármestere, hétértékelő sajtótájékoztatóján, aki azt mondta, továbbra is nyitott az egyeztetésre az Éljen Szekszárd frakcióval annak érdekében, hogy minél előbb elkészüljön ez a dokumentum. A városvezető a hét kiemelt eseményei között említette még a gázrobbanás helyszínének helyreállítását, a szekszárdi sportközpont és vagyonkezelő új cég vezetőinek megválasztását, valamint azt, hogy a koronavírus elleni védekezés érdekében milyen intézkedéseket hozott Szekszárd önkormányzata. Minden önkormányzati intézményt köteleztünk arra, hogy megfelelő fertőtlenítőszerrel lássa el a vizes blokkokat. Ami másik ennél fontosabb volt, hogy létrejött egy operatív törzs a polgármester vezetésével, a bizottsági elnökökkel, amely törzs megkapta azt a feladatot, hogyha bármilyen döntésre van szükség, akkor meg tudja hozni ezeket a döntéseket. A működésben pedig azt fogja jelenteni, hogy mind az ANTS-szel, mind a kórházzal folyamatos kapcsolatban leszünk, így napi szinten rendelkezünk majd azokkal az információkkal, amelyek a döntésekhez szükségesek. Magyarországon influenza járvány van, valószínűleg sok ember jelentkezik házi orvosánál lázzal és száraz köhögéssel, vagyis a koronavírushoz hasonló tünetekkel, mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Az adatok szerint az előző héthez képest 1700-zal nőtt az influenzás betegek száma, akiknél nagyrészt a betegség A vírusát igazolták. A múlt héten közel 39 000 ember fordult influenza-szerű tünetekkel orvoshoz, a megelőző heti 37 000 után, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A betegek többsége 40%-uk gyermek, 32%-uk fiatal felnőtt volt. Ha nem az eredetileg tervezett nyomvonalon épül meg az M9-es autópálya, az visszavetheti a térség gazdasági fejlődését is, erről beszélt Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. A városvezető véleménye szerint az elkerülő útnak mindenképpen meg kellene épülnie. Az M9-es autópálya eredeti tervei szerint Nagycenkről indulva Dombovár és Szekszárd érintésével Szegedig nyugat-kelet irányba szelte volna át az országot. Az érintett térségek képviselői a tervek napvilágra jötte óta az út gazdasági fejlődés segítő hatásáról beszéltek. Csak hogy az eredeti változat azóta átalakult, és létezik egy olyan verzió is, melyből kimaradt Tolna megye, és Mohács irányába indul. Az ország vérkeringésében csak úgy tudunk bekapcsolódni, és úgy tudunk gazdaságfejlesztési terveket dédelgetni és megvalósítani, hogyha Dombovár között van jól megközelíthető. Tekintettel, hogy a 6-os Szekszárd irányába elkerül minket tisztességesen, a 9-es Siófokon elérhető legközelebb, tehát azt gondolom, hogy olyan terület közepén maradtunk, ahova vállalkozókat ide csábítani igen nehéz, hiszen számukra a legfontosabb, hogy az áruk gyorsan és zökkenőmentesen tudjanak mozogni. Pintér Szilárd reméli, hogy a végső döntés az eredeti nyomvonalhoz tér vissza. A város elképzeléseiben szerepel hosszú idő óta egy elkerülő út megépítése is. Bízom benne, hogy az eredeti nyomvonalhoz vissza fogunk térni, hiszen a számukra nagyon nagy segítség lenne, hogyha a Szekszárdról a 6-osra rá tudnánk menni, illetve 7-es is nagyon közel kerülne hozzánk, és mindenféleképpen autópályás kapcsolattal tudnánk a befektetőket Dombváros a térségbe hozni. Mindez a város gazdaságát nagyban segíteni, ami a most elfogadott költségvetés láttán, mely 300 millió forint mínuszt regisztrált, különösen fontos lenne. 8. alkalommal rendezték meg a Belügyminisztérium országos úszóbajnokságát, ahol 340 versenyző indult. A Tolna megyei rendőrök közül többen kiemelkedő eredményeket értek el. Így például Mecseki Sándor, aki 50 méter gyorson bizonyult a leggyorsabbnak, vagy éppen Kucsera Renáta, aki 50 méter háton lett második, 50 méter mellen pedig harmadik. Árokba hajtott az a sofőr, akivel szemben büntető eljárást indítottak a rendőrök. Pincehely belterületén 2020. február 26-án 17 órakor egy 50 éves budapesti férfi közlekedett személygépkocsival, amikor egy busz megállóba kívánt félrehúzódni, de árokba hajtott. A rendőrök a gépkocsi vezetőjével szemben alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív értéket mutatott. Az 50 éves férfival szemben a Tamási rendőrkapitányságon járművezetés ittas állapotban védségesített.
közösség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntető eljárás indult. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az alkoholfogyasztás már kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki, amelyek nem teszik lehetővé a biztonságos járművezetést. A szeszes ital fogyasztásának hatására csökken az észlelőképesség, tompulnak a reflexek, így jelentősen megnő a reakcióidő. A nagyobb mértékű alkoholfogyasztás következményei pedig egyenesen beláthatatlanok. A Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésű petícióját támogatja a Tolna megyei közgyűlés is. Arra buzdítanak mindenkit, hogy online aláírással segítsék a nemzeti közösségek boldogulását. A petíció célja, hogy a gazdasági lemaradás megszüntetését célzó uniós források elosztásánál a régiók, például Székelyföld nemzeti jellegzetességeit is kötelező legyen érvényesíteni. Csak néhány kattintás és mindössze a személy azonossági igazolványra vagy az útlevélre van szükség ahhoz, hogy támogassuk Európa őshonos nemzeti közösségeinek boldogulását. A Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésű petíciójának célja, hogy egy uniós kerethez, vagyis többletforráshoz kerüljenek azon uniós tagállamok, ahol őshonos nemzeti kisebbségek élnek. Így például Székelyföld is. Ezzel az Európai Unió végre gyakorlatba ültetné az alapító szerződésében a nemzeti régiókkal szemben vállaltakat, mondta Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. A székek vagy a nagy tömbbe élő magyarok nagyobb önállósággal rendelkeznének, és természetesen ez uniós támogatással is járna, ez nagy segítség lenne számukra, úgyhogy mi a magunk részéről mindent megteszünk, mint megyei vezetés, hogy ezt támogassuk, és fel szeretnék hívni a megye lakosságát is, hogy minél többen csatlakozzanak, és minél többen írják alá, és támogassák ezt a kezdeményezést. Eddig az aláírások csupán 16%-a gyűlt össze. Május 7-ig 1 millió aláírásra van szükség, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon a kérdéssel. A legfontosabb célunk minden tettünkkel, hogy őseink kultúrájának értékeit megmentsük és átörökítsük az utókor számára, mondta stúdiónk vendégeként Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke. Az idei esztendő terveiről szólva elmondta, szeretnék a kismányoki Székelyport a zarándokhelyi státuszát emelni, emellett Andrásfalván a megmaradt sírokat megváltani és egy rendezett temetőkertet megépíteni. Kopnak a sírjaink. Már csak Andrásfalván mondható azt, hogy tömbbe még megvannak a temetőben a sírok, a székely sírok. Hát ezt szeretnénk mindenképpen, most el is indul egy folyamat, bízom benne, hogy sikeres lesz, ahol tulajdonképpen ugye lehetőség van arra, hogy megváltani a sírokat, meg szeretnénk váltani, és tényleg egy olyan módon rendbe rakni, hogyha bárki kimegy, hiszen hát nyakig gazba van, ugye nagyon számtalan szó, tehát ezt meg kell oldanunk. Kincsőrzők címmel programsorozatot indított a Vátaszéki Gondozási Központ. A sárközi néphagyományokkal, népdalokkal ismertetik meg az idősek klubjának tagjait. A második alkalommal megrendezett előadáson Kolbert Margit, a sárpilisi Gerlice Madár Hagyományőrző Néptánc Egyesület művészeti vezetője népdalokat tanított, és gyöngyfűzéssel, a sárközi kötényeket keretező színes rostkötéssel, hímzéssel is megismertette a klub tagjait. A Vátaszéki Gondozási Központ szakmai vezetője azt mondja, amellett, hogy ezek az alkalmak színesítik az idősek napjait, arra is lehetőséget nyújtanak, hogy a még fellelhető értékeket bemutassák, és így megőrizhessék az utókor számára. Szerencsére vannak olyan vállalkozó szellemű emberek és olyan ügyeskező emberek, akik erre hajlandóak és meg tudják tanulni ezeket a mesterségeket, de hogy egyre kevesebben vannak. Ami a mi időseinknek és a hozzánk járó időseknek még a mindennapjait jelentette, az ma már ritkaság számba megy, és azt gondolom, hogy nagyon fontos ezeknek az értékeknek a bemutatása. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyéből. Koronavírus. Óvintézkedéseket tesznek Pécsen is a koronavírus ellen. Mit tehetünk a természeti erőforrásokért, az élőlényekért? Ökováros hét a belvárosi bevásárlóközpontban. Személyi jövedelemadó kedvezményt kapnak a méhészek, támogatják a méhek tartását is.
Bár még nem érte el Magyarországot, a legtöbb pécsi tart a kínai koronavírustól. A tüdőgyulladáshoz hasonló fertőzés már hazánk közelében is megjelent. A szakemberek azt javasolják, mindenképp tartsuk be az alapvető higién és szabályokat. A Baranyai megyeszékhelyen napokon belül a városi cégek, intézmények épületeiben kézfertőtlenítőket helyeznek ki, ezzel is hozzájárulva a megelőzéshez. Szerintem most már bármikor elérheti, de én annyira nem félek tőle. Mondja ez a pécsi fiatal, a legtöbben azonban tartanak a kínai koronavírustól a Baranyai megyeszékhelyen. Hallottam már, hogy van egy jó pár magyar, aki, minek mondják ezt, ahogy elzárják, elkülönítik őket. Hát ha ennyire nagyon-nagyon terjed, mert több országban van már, hát én nem adok egy évet. És tart hogy tőle? Nagyon, igen. Lehet, hogy már itt van, csak nem tudunk róla. Ön tart tőle egyébként? Nem tudok ellene mit csinálni, legfeljebb azt, amit írnak, hogy kezet kell mosni és vigyázni kell, amennyire lehet. A 2019. decemberében Kínában megjelent koronavírus már a több európai országban is felütötte a fejét. Hivatalos adatok szerint jelenleg közel 400 regisztrált beteget tartanak számon az Unióban. A megelőzés a legfontosabb, mondják a szakemberek. Ennek érdekében Pécset is bevezetnek biztonsági intézkedéseket, erről a városvezetés tájékoztatta a sajtót. A közlemény szerint elsők között a városi cégeknek, intézményeknek kell megfelelniük a higiéniai elvárásoknak. Így a Baranya megyei kormány megbízottat, a megyei tisztifőorvost, a PTE, Anna klinikai központja, a katasztrófavédelem és a rendőrség képviselőit hívta meg egyeztetésre a polgármester. Az egyetemen már ki is kerültek a kézfertőtlenítéshez szükséges eszközök. Fölhívtuk arra a figyelmet, hogy a higiénés szabályoknak a betartása, itt gondolok akár a higiénés kézmosásra, nagyon fontos, illetve ennek érdekében eszközök beszerzése is megtörtént, illetve a karokra a kihelyezése, hogy ezt valóban véghez is lehessen vinni. A napokban tovább folynak a részletes egyeztetések a cégek és a városvezető között. A szakemberek addig is azt javasolják, hogy lehetőség szerint kerüljük a nagy tömegeket. A koronavírus bár még nem érte el Magyarországot, hasonló tünetekkel jár, mint egy tüdőgyulladás. Így ha láz, köhögés, izomfájdalom, nehéz légzés vagy mellkasi fájdalom jelentkezik, azonnal keressük fel orvosunkat. A természeti erőforrások és az élőlények védelme. Ezekről is hallhatnak a pécsi Ökováros heti rendezvényen a belvárosi bevásárlóközpontban. Játékok, interaktív bemutatók várják a környezettudatos szemlélet iránt érdeklődőket. Megtudhatják például, hogyan kerül ki a víz a háztartásokból, milyen egy minikert, ami egyben remek vitaminbomba. Közben a szervezők az ökotudatos vásárlással is ismertetik a látogatókat. Ez a bátorságpróba az Ökováros hét bemutatóinak egyik állomása. Nem látják a látogatók, hogy mi van az üvegekben, mi sem árulhatjuk el. Csak annyit, hogy bogár, lárva vagy akár étel is lehet. De ez majd a bátorságpróba után fog csak kiderülni. Én úgy kerültem ide, hogy a gyerekek már voltak itt a Deák gyakorlóból délelőtt, ők már ezt kiélvezték, és mikor én bejöttem érte, akkor mondta, hogy gyere anya, ezt próbáld ki, úgyhogy az első bátorságpróbán vagyok túl, most kicsit leizzadtam, úgyhogy most még gondolkodom, hogy körbe megyek-e, de alapvetően nagyon tetszik, és nagyon jó az ötlet, meg a szelfizni biztosan fogunk. Egy másik állomáson például azt mutatják be, hogy készül a tápanyagokban gazdag talaj a giliszták segítségével, mellette pedig egy mini kertet alakítottak ki. Kétféle növény van, rendkívül tápanyaggazdagok, és a vitamin tartalmuk is nagy. Vannak olyan vitaminok, például amiből a vörös káposzta a mikronövény állapotában 40-szeres tartalma van. Egy másik helyen a víz van a középpontban, ahol bemutatják, hogyan szennyezzük ezt a nélkülözhetetlen erőforrást. Mindennek a középpontjában a természeti erőforrásoknak a védelme áll. Itt a talaj, az élőlények, a levegő és a víz témaköröket lehet megnézni. Egyrészt, hogy hogyan lehet vigyázni rá, illetve érdekességeket mutatunk, valamint, hogy milyen erőforrás védelmében hozott beruházások voltak itt Pécsett az utóbbi időkben, illetve mi az, ami javult, mi az, amin a lakosság még sokat tud tenni, például a zavarégetésről is beszélhetünk. De játszani is lehet, vagy információkat megtudni az ökotudatos vásárlásról, vagy csak pihenni az Öko Igluban.
2013 óta rendezik meg az Ökováros hetet Pécsett. Ennek az a célja, hogy ne csak a városvezetői gondolkodjanak abban, hogy fenntartható városá vagy ökovárossá kellene alakulni, hanem a pécsi polgárok vagy akár a vidékiek is itt élmény alapon megismerkedhessenek azzal, hogy mennyivel jobb lenne egy olyan városban élnünk, ami egészségesebb, élhetőbb, fenntarthatóbb. Már 5 éve a belvárosi bevásárlóközpontban rendezik meg az Ökováros hetet. Most március 3-áig várják az érdeklődőket. A méhészeti termékek értékesítéséből származó bevételek személyi jövedelemadómentességet élveznek majd, jelentette be az agrárminiszter. A méhészek támogatását a klímavédelmi intézkedések fontos alappillérének nevezte Nagy István. Közben a méhészeti nemzeti programra is várják a támogatási igényeket. Az uniós és hazai támogatás keretösszege mintegy 1,8 milliárd forint. Az Európai Unió országai közül elsőként Magyarországon kapnak adókedvezményt a méhészek, mondja a megyei méhészeti szaktanácsadó. A kormányzati intézkedés alapján a méhészeti termékek értékesítéséből származó bevételek személyi jövedelemadó mentességet élveznek mostantól. 200 millió forint összességében, tehát vannak, akiknek ez jó, tehát van olyan, a méhészeten belül vannak olyan gazdálkodási formák, akiknek ez természetesen jó, tehát például a társas vállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak, akik a méhészeti tevékenységet ebbe a vállalkozói formában végzik. Illetve azoknál az őstermelőknél, akik az általányadózást választották. Ez a kedvezmény a méhészeket érinti, a vásárlókat nem, mondja a szakember. A méhészeknek a befizetett adóját jelenti ez. Tehát a méz ettől nem lesz úgymond olcsóbb, mert ez abban nem jelentkezik. Alapvetően. Tehát ott ugyanaz az a fajta adózási mód és áfa fizetési kötelezettség fennáll. Közben még a hónap végéig lehet pályázni a méhészeti nemzeti programra. Ennek kerete 1,8 milliárd forint. A méh családonkénti 1000 forintos megporzási támogatásra nyújthatják be igényeiket a méhészek. A tavaly bevezetett közvetlen támogatást eddig 6500 méhész vette igénybe. A pécsi járási ügyészség lopás büntette miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki magánéleti konfliktusa miatt ellopta munkáltatója bevételét. A vád szerint a férfi 2019. augusztusában egy autómosóban dolgozott. Az egyik nap munkavégzés után szerelmi bánatában úgy döntött, hogy a jövőben Németországban kíván élni és dolgozni. Terve megvalósítása érdekében a zárást követően visszatért az autómosóhoz, majd a nála lévő kulccsal bement az irodai épületbe, és onnan eltulajdonította a bevételt több mint 1,2 millió forint összegben. A vádott ezután az első éjszakát egy pécsi hotelben töltötte, majd Kaposvárra ment és egy ottani szállodában vett ki 5 éjszakára szobát. Ezután a férfi a pénzen mobiltelefont, tabletet, karórát, valamint valutát vásárolt. Ezen kívül még édesanyjának is mintegy 70 ezer forintot átküldött, hogy megsegítse. Az 5. nap azonban mielőtt ő eltávozott volna a szállodából, a rendőrök kopogtak, és így a férfit elfogták. A pénzből tulajdonképpen csak a valuta lett meg, illetőleg amit az édesanyjának küldött, valamint a megvásárolt különböző eszközök. Az elkövetőnek a cselekménye a lopás büntetének a megállapítására alkalmas, melynek a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. És végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Közgyűlés egyelőre továbbra sincs költségvetése Szekszárdnak. Koronavírus, minden önkormányzati intézményben lesz kézfertőtlenítő Szekszárdon. M9-es autópálya, ha nem az eredeti nyomvonal épül, az visszavetheti a megyei fejlődést. Aláírás az európai őshonos nemzetek megsegítéséért, a Tolna megyei közgyűlés is segíti a petíciót. Szombaton kellemesebb, napsütéses időre van kilátás csapadék nélkül, de fokozatosan megerősödik a déli-délnyugati szél, délután már kissé növekedni kezd a felhőzet, vasárnap borongós, enyhe időre készülhetünk, és bárhol előfordulhat kisebb eső, hétfőn is sokfelé kell számítani csapadékra. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, viszontlátásra!